Sziasztok, Charlie vagyok. Ebben a rövid videóban szeretném nektek elmondani, hogyan és milyen szempontok szerint szeretném értékelni a termékeket. Három fő szempontom van: használhatóság, kidolgozás és árérték arány. Első és legfontosabb a használhatóság. Szeretek szerelni, szeretek javítani, de elsődleges szempontként nálam mindig az szerepel, hogy ha valamit megveszek, akkor az out of the box használható legyen, mindenféle mókolás nélkül, és ne azzal kelljen nap mint nap küzdeni, hogy ne szörcsögjön, ne folyjon, ne égessen. Ez mind csak levon az élvezeti értékéből a történetnek. Második szempont a kidolgozás, ami befolyásol. Ha valami igénytelenül van kidolgozva, sorjás, vágja a kezem, nyekereg betekerés közben, akkor az is számomra vételt befolyásoló tényező, nem mellesleg sérülést is okozhat, vagy rajtunk, vagy a másik eszközön, amihez hozzá csatlakoztatjuk, tehát számomra ez is fontos. A harmadrészt meghatározó tényező számomra az az ár. Jobban mondva nem is az ár, hanem az ár-érték arány. Tehát lehet valami nagyon drága, de hogyha azt a minőséget képviseli, amit én elvárok vagy szeretek, akkor mindenképpen megéri. Úgy is, hogy egy picit többe kerül, mint az, amit megvehetnék helyette, de azzal csak a szenvedés lenne, pont az előző két pontból kiindulva. Innen is látszik, hogy sok tényező játszik közre vásárláskor, de ezért próbálok a saját szempontjaim szerint menni a dolgokkal, és pont ezeknél az értékeléseknél egy saját magam által felállított szempontrendszert alapul véve segíteni másokat is, vagy titeket is, hogy könnyebb legyen a választás. Ha pedig valaki úgy érzi, hogy neki is van olyan terméke, amit éppen pontoztam, vagy értékeltem, és neki nem az a véleménye, kulturált keretek között leírhatja a véleményét, a hozzászólást, és pontozhatja is, hogy ha neki az a termék nem jött be, akkor éppen olyan pontot ad rá. Ez a legfontosabb. Tudjuk megosztani egymással a tapasztalatokat, hiszen erről szól ez az egész. Ezúton is szeretnélek megkérni benneteket, hogy ha olyan készüléketek van, amit szívesen megosztanátok másokkal egy teszt erejéig, akkor nyugodtan vegyétek fel velem a kapcsolatot a weboldalon a kapcsolat fűre kattintva, hogy bővüljenek az oldalon a vélemények, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, a Twitter csatornára, ott van a weboldal jobb felső sarkán, és segítsük egymást. Jó gőzölgést, sziasztok!